Vannak iskolák, ahol heteket vagy akár hónapokat is kell várni, mire a sikeres KRESZ vizsga után a kormány mögé ülhetnek az autós iskolák tanulói. 2022-ben egy B-kategóriás jogosítvány megszerzésének ideje átlagosan 3-4 hónap, de ez nagyban függ az adott iskola leterheltségétől, valamint a tanulók felkészültségétől. A kötelezően előírt képzési órák és vizsgadíjak ma együttesen csaknem 250 ezer forintba kerülnek, amelyet 4 részletben fizethetnek meg a tanulók. A várakozási idő egy része annak köszönhető, hogy a KRESZ és a forgalmi vizsgára 2 hetet kell várni, emellett az oktatói létszámnak sokszoros túljelentkezést kell kiszolgálnia. Az oktatói társadalomnak az életkora meghaladja az 50 évet. A képzések az utóbbi időben egy picit alacsonyabb oktatói létszámot termeltek, mint amennyire szükség lenne, illetve mint ahányan kiöregedtek, vagy elhagyták a szakmát. Ám bár az utóbbi időben nem jellemző, hogy elhagyják az oktatók a szakmát, hiszen jelentős javulás volt az elmúlt 10 évben az azelőtti időszakhoz képest. Ez meghatározza egyrészt az árak, amelyeket sikerült egy picit a piaci árakhoz feltornázni, illetve ebből adódóan meghatározza azt, hogy azok az oktatók, akik ezt komolyan gondolták, beruháztak. Vilmányi Csaba szerint az oktatóképzés Magyarországon meglehetősen drága és szigorú követelményeknek kell megfelelni. Ezért hiába jelentkeznek sokan a képzésekre, csak töredékük alkalmas arra, hogy oktatói engedélyt szerezzen, noha ezzel egy viszonylag jól fizető szakmát lehet szerezni, amelynek felvételi követelményeit lényegesen megkönnyítették. Az oktatóknak az óradíja, ugye nem az autós iskola óradíját veszük, hanem magát, amit az oktató megkeres, az ma Szabolcs-Szatmár-Vereg megyébe 6000-től 8000 forintig terjed. Ez az országos szinttől egy picit elmarad, hiszen térségünkben azért a jövedelmi viszonyok nem engednek meg egyelőre magasabb óradíjat, holott az ország nyugati részében vagy a fővárosban már 10-12 ezer forintos óradíjakkal is lehet számolni. Egyre többen választják az online KRESZ oktatást, ami azt jelenti, hogy a tanulók saját időbeosztással és tempóban haladhatnak az ismeretek elsajátításában. Mivel a diákok így a tanév közben is tudnak haladni az elméleti képzéssel, így a jelentkezők száma nem ugrik meg jelentősen a nyári szünet alatt, hanem egyenletesen eloszlik a 4 évszakra. Ennek ellenére idén okozhat meglepetést a gazdasági helyzet változása, mivel a szakember szerint az év végére 2 számjegyű árnövekedés várható, ami kihatással lehet majd a jelentkezésre is. Hát én azt tudom javasolni azoknak, akik terve vették, hogy belátható időn belül vagy a közeljövőben vezetői engedélyt szeretnének szerezni, hogy ezt minél hamarabb tegyék meg. A mostani gazdasági és politikai helyzetre való tekintettel, ha nem sikerül elérni az oktatóknak azt, hogy a kata törvényen belül tudjanak adózni, akkor itt jelentős árnövekedésre kell fölkészülni. Illetve az üzemanyagárak is nem tartható a hatósági áron túl sokáig, és ez is hozzá fog járulni a költségek emelkedéséhez. A szakember elmondta, az országos statisztikák szerint a kötelező és pótórákkal összesen 45 óra vezetés szükséges a sikeres forgalmi vizsga teljesítéséhez, ez nagyjából 100 ezer forint plusz költséget jelenthet. Hozzátette, az autós iskolák megválasztásánál nem érdemes pusztán az anyagi szempontok alapján mérlegelni, ennél sokkal fontosabb tájékozódni az iskola színvonaláról.